So congratulations for both team. I think it was a good game. Congratulations to Falco, especially for the performance and for the win. What do you think about today's game? It was definitely a tough game, a tough place to play on the road as a good team, and they kept fighting. But you know, we at the end of the game got some stops and was able to come away with the victory. Nagyon kemény mérkőzés volt. Nagyon kemény, ugye idegenbeli mérkőzés, nagyon kemény csapat ellen, de azt gondolom, hogy végén sikerült pár jobb döntést hozni, mint az ellenfele, sikerült megnyerni a mérkőzést. Gasper, please, few words. What do you think? I will not lie. We are satisfied. We are really satisfied. It doesn't matter that we have also really bad periods in this game. Especially the offensive, their offensive rebounds killing us. But I think that constant and enough aggressive defense that we win this game. And, offensively, we play normal, but the defense I think that win this game. We are satisfied and we hope that from this spot we can do it even better. Thank you very much. I also want to like to wish the home team all good in the next games in the city. Thank you. Nem fogok hazudni, azt tudok mondani, hogy nagyon elégedettek vagyunk a győzelemmel. Nyilván voltak gyengebb pillanataink, de azt gondolom, hogy leginkább a kemény védekezésünk volt a mai győzelemnek a kulcsa. Gratulálok ugyanígy a hazai csapatnak. Kívánok nekik sok sikert további mérkőzéseken. So Nikola, tough game for us, tough loss. What do you think? We control our offense and rebound, but with 14 turnovers, we cannot beat nobody. And easily, if we have 14 turnovers, we cannot play against some team from second league. They more deserve this win than us. We have to forget this game as fast as we can and turn around the next game. Thank you very much. Így van, nagyon kemény mérkőzés volt. Felkészültünk, azt gondolom, hogy leginkább a támadó lepattanókban sikerült betartani a megbeszélt dolgainkat. Ami nem fért bele, sajnos ez a 14 eladott labda, ilyen meccseken nem szabad engedni magunknak olyan sok eladott labdánk, ez nem férne bele másodosztályba se. Úgyhogy nagyon gyorsan el kell felejteni ezt a mérkőzést és tovább menni. Szrecsko, akkor folytatjuk magyarul, főleg neked biztos, hogy nagy motiváció volt, hogy láttál a mérkőzést? Szerintem másodikok jobban voltunk. Nagyon fájdalom neki, mert ez nem számítom ilyen, de tudom, ilyen gyenge produkálni a saját pályát, a saját közösség. 14 eladó labda, szerintem több volt az első félidő. Nagyon gyenge produkációk, például a Faust, meg a Trajkovszki, két legjobb, összesen voltunk 6 pont. Ez a nagyon gyenge és nagyon kevés szerintem. Nem kaptunk jó ritmus, minden volt, nem értem, tényleg nem értem ezt. Most nekem is kell gondolni, teljesen más csapat volt, ez is teljesen más meccs. És most nem értem az ilyen dolgot, nem kocsolunk most, mint az edzésen is. Ez nagyon rossz a mizé most. Sajnálom nagyon, ez hosszú idő nem volt ilyen sok közösségi nálunk, és nem sikerült. Tényleg ez ilyen frusztrált vagyok kicsit, most lehet mondani, hogy ez is ezt nem szeretem. Nem szeretem ilyen vereség. Vereség az, hogy amikor kicsit játszottunk jobban, rögtön visszavonjunk, és megyünk előnye, csak utána csak nálunk csúszik a labda, csak nálunk nem megy a három pont, a saját csapatunk, ez nagyon gyenge, a százalék, ez teljesen kontraritmus volt, egész meccs. Lehet, hogy is hibázom ezt.
mi ez a vagyok, és nem is vagyok, amikor hibázunk, hogy úgy érzi, hogy verhető lett volna ez a Falcóma? Mert inkább egy évleg döntötték, tehát csapat szinten nem mondjuk át olyat, hogy ne lehetett volna megverni a Falcót? Hát persze tudom verni, hogy ellenére a Falcó 4 pont vezetünk is. Mi volt a 14-ről, hogy jöttek 4-re, és ott mi történt? Tehát nyilván kipartott. Hát ez ilyen, nem, most nem tudom elfelejteni, most az egész meccs volt. Ilyen, csak olyan tudom, az Eláda labda volt, hogy valami nem tudunk dobni a kosár lesz. Ez nagyon rossz, hogy választunk a dobás, meg ilyen, nem ez ilyen, mint ez. Nekem ez én muszáj dolgozni, ez ilyen. Ha nem megy, ez ilyen tovább. Vagy én megyek, vagy többi valaki más muszáj. Ez ilyen, azt tudja, hogy nem szeretünk dolgozni. Ennyi sem volt rossz ez. A Faust a edzéseken is ilyen rosszul teljesít, vagy csak most volt ennyire rossz? Ez is a nem, ez is az más. Okay, csak... Nekem nem kell a edzésen játszani, most van a Milán meg Dávid a edzésen, nekem kell a meccs, azért legyen sok vetünk és fizetünk. De le a kalap a magyar oldalon most ma este, ez nagyon jól játszott Luják, Elég Sven, Kovács Ákos, lehet, most elfelejtem valaki, itt van a Nikola, ki játszott és hiányzott most a Trajkovszki és hiányzott a Faust. Ez a két kossz se nem az jó volt, nem akarok mondani rossz. És az ilyen csoport, mint a Falcó, két leírás, hogy dobjuk összesen kap pont, hát ez mit kell mondani. Ez most a játszató a Milán, vagy a Dávid, a pályad, bízom benne, ez a 20 perc dobtunk két pont. Ez vicc, ez vicc. Ez nem működik az éppen. Nem akarok mondani, hogy ez a két srácok csak ők hibázott, csak azok kevés produkálni. Ez a kevés produkálni, hogy jó csapat ellenfél, ez nem nehéz játszani. Ez ilyen, ez írten, tiszta helyzet, dobás. Azért itt vagyunk a három pont, nem tudunk dobni, nincs három most ez. Tényleg frusztrált vagyunk most ez. Hát végülis a Trajkovszki Szegeden nyerte meg a meccset a csapatnak tulajdonképpen. Oké. Én nem látom, hogy ez meccs, nekem kell a egész bajnos. Értelek. Nekem ez ilyen most, én is tudom játszani, hogy dobni 40 pontot, a kikötünk. Most ez ilyen gyenge. Ha mind a két dobtunk, ha 5 vagy 5 pont, vagy minimális 5-5, ez 10, ez itt vagyunk. Ha együtt dobtunk 15, mi a minimális, ez nem minimális, ez nagyon minimális. Ez a mi nyertünk a meccs. Ez van a különbség. Sajnálom, de ez van. Esetleg más kérdés valakinek? Köszönjük, Frecsko, fejjel felre menjünk tovább.